Ez a Földgömb. Világlátó magazin a Gazdasági Rádióban. Utazzon velünk kontinensről kontinensre, középpontban az emberrel. Alaszkától Indiáig, a Szaharától az Antarktiszig. Különleges helyszínekről, egzotikus eseményekről, rendhagyó személyekről. Azoktól, akik ott voltak. Arról, amit csak ők tudnak. Földgömb, a megismerés kalandja. Műsorvezető Intődi Gábor. Hátizsákos felfedezés, bakancsos turizmus, via ferráták. Mai vendégünk Hab Gergely, geográfus. Mielőtt azonban erre a témára térnénk, centenáriumot ünneplünk. Pont 100 éve, 1911-ben járt először ember a déli sarkon. Nagyon különböző módokon végződtek a kutatások. Volt olyan felfedező expedíció, amely elérte a sarkot, de nem tért vissza. Volt olyan, amely nem érte el, de sikerült mindenkit épségben hazahozni. És volt olyan expedíció is, amely elérte a déli sarkot, és mindenki hazatért belőle. Földgömb. Világlátó magazin a Gazdasági Rádióban. Nagy Balázs geográfust faggatjuk a déli sark kutatásának történelméről. Miért vágtak neki olyan sokan a múlt század elején az Antarktisznak? Ez volt talán az utolsó igazán felfedezetlen vagy bejáratlan fehér folt. Nyilván ma is fehér folt, ha a jeget nézzük, de alapvetően akkoriban semmit nem tudtak még erről. Attól függ, hogy melyik ország felfedezőit nézzük, a válasz az sokrétű. Nyilván mindenkinek az volt a célja, hogy eljusson a déli sarkpontra, de a stílus nagyon különböző volt. Tehát például Amundsen és csapata mindenképpen meg akarta mutatni, hogy a frissen függetlenné vált Norvégia, a norvég emberek képesek ilyenre. Tehát nekik ez komoly presztízs kérdés volt. Scott az angol hátterével, ő inkább már sarkkutató volt. Tehát Amundsen inkább sarkutazó, Scott sarkkutató lendülettel indult a déli sarkpontra. Mi az oka annak, hogy ennyire különbözőképpen végződtek az expedíciók? Sok múlt a szerencsén akkoriban is. Nyilvánvalóan alapvetően komoly felkészültség kellett ezekhez a vállalkozásokhoz. Mindenki rendkívül rátermett volt és tapasztalt volt, amikor a déli sarkra indult 1911-ben. De az időjárás sokszor közbeszólhat. Scottéknak rendkívül rossz idejük volt. Amundsen csapata viszont egészen kiváló időt fogott ki. Ráadásul, mivel más stílus jellemezte ezeket a felfedezőket, ezért a technikai háttér, illetve a vállalkozás gépesítettsége, vagy éppen a közlekedési eszköz is meghatározhatja a sebességüket. Tehát például Amundsen kutyaszánokkal ment, hiszen a kutyákat adott esetben meg is lehet enni, tehát már élelmiszerük is van. Ezt egy angol nem vállalta, tehát Scotték például részben traktorral vágtak neki az útnak, részben mandzsúriai lovakkal, és éppen egy rossz ménest fogott ki, és bedöglöttek a traktorai, tehát ők gyakorlatilag gyaloghúzták a szárnyukat. Az Antarktiszon ma is számos kutatóállomás működik. Mit lehet ott kutatni, miért érdemes ott lenni? Nagyon sok ország van jelen. Az Antarktiszon jelenleg 20-30 ország van jelen, és körülbelül 30 állandó kutatóállomás működik ott. Nem Amundsenék kora óta, hanem 50-es, 60-as években létesültek ezek az állomások. Itt van gyakorlatilag egy másfél európányi földrész, amiről a konkrét információkat csak akkor tudjuk meg, hogyha oda megyünk. Tehát szinte minden ország olyan nemzetközi programokban vesz részt, amely az Antarktisz múltját és jelenét vizsgálja, vagyis próbálja mindenki kideríteni, hogy hogy működik ez a földrész, mi a jég múltja, egyáltalán milyen következtetéseket lehet levonni a jelenlegi klímáról az Antarktisz alapján, de hát persze ehhez először föl kellett tárni a földrész. Tehát minden állomás persze szakosodik valamire, hogy ők éppen geológusok, vagy biológusok, vagy vegyészek, vagy légkörkutatók, és akkor így ebből egy hálózat áll össze, tehát így tudunk meg egy lakatlan földrészről a lehető legtöbbet. Több közép-európai ország is működtet kutatóállomást az Antarktiszon. Magyarország miért nincs köztük? Ez egy érdekes kérdés. Csehországnak, Ukrajnának, Bulgáriának is van kutatóállomása. Hogy Magyarország miért nincs ezen országok között, az talán csak avval tudjuk indokolni, hogy annyira megfoghatatlan távolságnak tűnik innen nézve az Antarktisz, hogy a romantikus és mesés homályba vész ez a kontinens a döntéshozók számára. Szerencsére a kutatók számára nem, de hát ez egy ilyen állomás fenntartás, az mindig az állami akarattól függ. És ezek az országok mégis mit profitálnak abból, hogy van bázisuk az Antarktiszon, Bulgária vagy Csehország?
úgy kell ezt tekinteni, mint hogy az adott ország egy nagykövetséget létesít egy területen, egy olyan térségben, ahol kutatni presztízs kérdés. Tehát ennek igen komoly diplomáciai és országimázs értéke van. Ahhoz képest, hogy mennyibe kerül, tehát nem túl magasak a költségek, ahhoz képest ott lévő ország számára komoly elismertséget hoz. Másrészt ez egy nemzetközi terület. Tehát aki ott jelen van, gyakorlatilag az hosszú távon jelen van a Föld egyik igen értékes térségében. Ki tudja, hogy mi lesz ott 50 vagy 100 év múlva. Úgy is kell tekinteni egy kutató állomást, hogy egy előre tört bástyája az adott érdeklődő országnak. Akkor bízunk benne, hogy rövidesen Magyarország is az Antarktisz térképére kerül. Nagy Balázs geográfus, köszönjük szépen! Ez a Földgömb a Gazdasági Rádióban. Mai műsorunk vendége Hab Gergely, beszélgetőtársam pedig Heiling Zsolt. Hab Gergely geográfus, a Bakancsos Utazási Iroda az Eupolis vezetője. Gergely a 90-es évek közepén kezdett csoportok vezetésével, túraszervezéssel foglalkozni, előbb finn kirándulókat kalauzolt a Balaton felvidéken és a Bakony erdőiben, majd egyetemistaként társaival külföldre szerveztek hangsúlyozottan nem ipari jellegű utazásokat. Az utazásszervező vállalkozást 2003-ban alapította társával, mára a cég az egyik vezető természetjárással foglalkozó utazási iroda lett. A természetjárás a hobbija is egyben, csak hegyek legyenek, ezen belül talán a legközelebb a Via Ferrata utak állnak hozzá. Gyerekkora óta sakkozik és elkötelezett balatomániás, ezt előszeretettel ragasztja gyermekeire is. Családjával jelenleg Veszprémben él, egy kislány és egy kisfiú édesapja. Földgömb, a megismerés kalandja. Bakancsos turizmus. Mi az a bakancsos turizmus igazából? Természetjárás. Ezen belül ez egy nemzeti parki sétától 6000 méteres hegyek megmászásáig terjed. Tulajdonképpen bármi belefér. Ami nagyon fontos, hogy aktív turizmusról van szó, tehát pihenésre nem kell számítani mi útjainkon, hanem mindenképpen valami mozgással járó, egyébként pihentető, sőt a hétköznapból nagyon komolyan kikapcsoló tevékenységet kell elképzelni. Mit jelent ez a szó, hogy Via Ferrata? Vasút, vasalt út. Azokat az utakat nevezték Via Ferratának, amelyeket először a Dolomitokba építettek ki. Ezeket a háborúnak köszönhetjük, megkönnyítve a meredek utakon való közlekedést, illetve biztonságossá tenni a meredek utakon való, meredek ösvényeken való közlekedést. Erre épültek ki a sziklába erősített láncok, sziklák közötti hidak, valahol csak drótkötelek, amikkel egyrészt gyorsabban, másrészt biztonságosabban lehetett mozogni. Ezek katonai létesítmények voltak, majd aztán háború szerencsére elmúlt, és sport tevékenységé alakult át, a név azonban maradt Via Ferrata, német nyelvterületen Klettersteig, ugye kifejlődött az ehhez szükséges speciális felszerelés, amit magadra veszel, és azzal biztosítod magad. Tehát ez valahol a trekking és a sziklamászás között helyezkedik el ez a tevékenység. Igen, ez elég jó behatárolja. Ugye a sziklamászás azért az nagyon konkrétan falmászás, sziklamászást jelent, természetesen ott is biztosítva vagy, de ott például nem mindig van előre kiépített út, sokszor magadnak építed az utat, annak is van nagyon sokféle válfaja. A trekking az pedig tulajdonképpen gyaloglás, gyalogtúra. Ez annak egyfajta ötvözete, gyalogolsz, túrázol, sok helyen mászol falat, egyre nehezebb felett útvonalak épülnek egyébként ki, pont a sport teljesítmény értékének növelése, vagy egyáltalán nagyobb élvezet miatt, úgyhogy sok felett út van már, ami mászó úthoz közelít. Alapesetben sétálsz, biztosítod magad, és egy kicsit néha mászol. Milyen készségek szükségesek egy Via Ferratához? Tériszonymentesség és állóképesség. Igazából nem is a tériszonymentesség a jó szó, hanem lépésbiztosság. Ne erre megjön meg a lábad akkor, amikor nem kell. Tehát kitett helyeken haladunk, le lehet esni természetesen, de ez egy nagyon biztonságos módja a közlekedésnek, vagy egyáltalán a túrázásnak. Biztonságos, amennyire a hegy biztonságos tud lenni. Tehát természetesen balesetek megtörténhetnek, balesetek lehetnek. Elsősorban is fokozottan az időjárásra kell odafigyelni, váratlan viharra, villámlásra, ugye ezek vas és acél. Gyakorlatilag egy villámhárító mászó. Gyakorlatilag egy villámhárító mászó, így van. Turistán. Így van. Tehát viharban nem, azonnal le kell jönni. Télen szintén nem használható el, vagy jegesedve. Említetted, hogy a Via Ferraták háborús alkotások voltak. Ezek eredetiek, vagy ezeket folyamatosan felfelújítják? Egyáltalán mik a minőségi kritériumok ahhoz, hogy egy Via Ferratát mondjuk
járhatónak minősíts, vagy, vagy oda utasokat merj elvinni. Most nyáron volt egy kezdő felrát a csoportunk a Raxalpokba, ahol a túlvezető a második napon lelkesen ecsetelte, hogy egy nagyon szép stegen fogunk felmenni, nagyon régi vasak vannak, ilyen szinte még ilyen kovácsolt vas, és így, és tényleg is így gyönyörű, és így láttam kiülni az utasok arcára a rettenetet, hogy hol fogunk mi menni. Természetesen arra értette Dávid, hogy nem szedték le a régieket, de persze felújtják, és ez tényleg egy olyan steg volt, így mentünk fel, és lehetett látni a régi, tényleg kovácsolt vas, tehát hajlított pántokat, szövegeket, de ezeket folyamatosan újítják, frissítik, nagyon odafigyelnek. Ausztriában, Olaszországban, már Franciaországban is, tehát ezek tényleg biztonságosan jól kiépített útvonalak. Nagyon sok leírás van, nagyon sok túrakönyve lehet találkozni, ezekbe is pontosan leírják, hogy az adott ferrata út, vagy az adott steg milyen állapotban van, mennyire használható, biztonságos, és figyelnek rá. Vannak úgymond híres glettersteigek? Hát ez már azok ez számára, rettenetesen szubjektív. Ezt a módját a túrázásnak. Hát inkább komoly helyek vannak, tehát amiket úgy nem nagyon szabad kihagyni. Hogyha valaki szereti a Via Ferratát, akkor a Dolomitokba mindenképp el kell menni. Ugye eleve onnan indult a dolog, és eleve a Dolomitok az gyönyörű. Azok a hatalmas Dolomit mészkő oszlopok. Nagyon-nagyon szép kitett helyekre fel tudsz jutni, elképesztő kilátás van. Az Alpoknak a déli oldal az időjárás is azért úgy stabilabb, mint mondjuk az északi felén, az egyik legjobb hely. Vagy mondhatnám a Königsjodlert, az a nehézsége miatt hódít, a hosszúsága, a meredeksége az, ami miatt. Mi az igazán vonzó ebben, tehát maga a fizikai kihívás, a környezet? Elsősorban a természetjárás szabadsága az, amit megad. Egyfelől. Másfelől rendkívül jól kikapcsol, és nem igényel olyan jellegű, komolyságú és keménységű felkészülés, mint mondjuk a sziklamászás. Képzeld el, kimész a természetbe, felcsatolod a Via Ferrata szettet, elindulsz, mész még mindig az erdőben, és akkor egyszer csak így elindul a felfelé az út, kimászol a sziklára, és több kilométer szabad levegő és térség van mögötted, alattad, mindenhol, messzire ellátsz, mint egy kilátóba. Ugyanakkor nem egy kilátóba vagy, tehát nem, nincs meg azért az a komfortérzeted. Ennek az első felállatokon ez nyilván aggasztó, az ember fél a tértől, de amikor már megtanul megbízni a felszerelésébe, akkor már fantasztikus élmény. Azért akkor is van egy kis diszkomfort nyilván, tehát nem egy zárt térbe vagy, de pont ez adja meg a varázsát, illetve az, ahogy mászol fel a falon, hogyha olyan a fal, hogy mászásra alkalmas, és te már nem csak a drótba kapaszkodva, kilódva mész fel, mint mondjuk egy rosszul megválasztott első útvonalon, hanem tényleg figyelsz arra, hogy a falon is tudj mászni, akkor végül is már falat mászol, ez egy rendkívül koncentrációt igénylő tevékenység, és ennél jobban, egy ilyen fokozott koncentrációnál jobban semmi nem kapcsol ki például a hétköznapi ritmusból. Az elmúlt 20 évben, mióta kinyíltak a határok hazánkban is, észrevehettünk egyfajta fejlődést talán az utazási irodák kínálatában. Hol tart most Magyarországon az utazás kultúra, összehasonlítva mondjuk a nyugati országokkal, vagy akár a szomszéd volt szocialista országokkal? Nehéz kérdés. Hát én az utazási piacnak egy kis szeletére látok rá. Ebből így körvonalazódik egy olyan tendencia, hogy azok a fajta menjünk el a tengerpartra, ott legyünk egy hétig egy apartmantelepen, és aztán jöjjünk vissza utak, amik rendkívül népszerűek voltak még a 90-es években. Ezek azért erősen szorulnak vissza, erősen változnak. Az emberek igénylik azt, hogy legyen ott valami program, legyen valami más. Sokkal jobban hasonlítanak egymással az országok, mint annak idején. Ezért egyre inkább igényli mindenki azt, hogy valami mást lásson, valami mást kapjon. Összefügg azzal is, hogy ki mennyit költ a szabadságára, ki mennyit tud költeni arra, hogy hol nyaraljon, de azért egyre népszerűbbek a repülővel utazó tengeren túli utazások, ahol viszont azért tényleg más kultúrával találkozik, globalizáció ide vagy oda az ember. Az a fajta utazás, amit mi csinálunk, ez a természetjárással gazdagított aktív pihenés, ez mindenképpen népszerűbb a környező országokban is, mint itthon. Mi lehet ennek az oka? Hát hegyek. Kevés nálunk a hegy. Igen. Egész egyszerűen a terepviszonyok nem annyira alkalmasak arra, nem szoktak hozzá az emberek ahhoz, hogy környékemen van egy hegy, ahol én meg ki szoktam menni kirándulni. De nézzünk körül Romániában, Szlovákiában, Csehországban. Sokkal több a hegy, sokkal több a lehetőség arra, hogy kimozduljanak az emberek, és ki is mozdulnak. Az utazási kultúrájukban is a természetjárás jóval nagyobb részben van jelen. Hogy látod, van valami elmozdulás a tekintetben? Kezdünk mi is természetbarátabbak lenni, ha a szabadidőnk eltörtéséről van szó? Amióta alapítottuk ezt az utazási irodát, azóta én úgy érzékelem, hogy növekszik a piac, tehát szeretnének egyre többen
ilyen jellegű utazásban részt venni. Hogy is mondjam, nem mondanám robbanásszerűnek, de kétségtelenül nő. Földgömb. Világlátó magazin a Gazdasági Rádióban. Neked van tériszonyod, Gergő? Régebben azt hittem, hogy van, de nincs. Viszont félek a tértől, ugyanúgy, mint bárki más. Ez egy nagyon különös dolog, ez a tériszony nagyon sokszor előjön, főleg felrejte utaknál, hogy hát én nem megyek, mert én nekem tériszonyom van. A tériszony az egy betegség, fóbia, agorafóbia, félelem a nagy tértől, félelem a piasztértől, ugye, ahogy a neve is mondja. Nem egy nagyon-nagyon népszerű betegség. Ugyanakkor az a félelem, ami az emberben megvan a tértől, akár egy kilátó szélén eldigálva, és akkor így érzed, hogy így vonz, meg tudod, egy kicsit olyan gyomrod is úgy összéphúzódik, esetleg még a lábad is elkezd remegni, izzadás. Ezek a tünetek, ezek ugyanazok, mint a tériszonynak, de ez az emberek zöménél, ez egy idézőjelben egyszerű félelem. Leküzdhető. Pontosabban gyakorlással leküzdhető. Ha egy felrelt a szempontból lehet pihent tél után, tehát mondjuk egy első felrelt útra megyek tavasszal, és az első beszállás az mondjuk egy ilyen kifejezetten meredek rész, ahol így menni kell 10 métert fölfele, és visszanézek, akkor mindig egy kicsit úgy, már megint mit csinálok, itt érzésem van. Ez azért úgy előfordul, de ez nagyon hamar elmúlik, és utána viszont már marha jó. Előfordul, hogy valaki a túra közben pánikol be, de egyébként a legtöbbször ez fáradtságon múlik, és nem azon, hogy ott hirtelen rájön, hogy úristen, félek itt lenni, hanem valószínűleg olyan technikával mozog, hogy annyira elfárad valamelyik végtagja, vagy több végtagja is, hogy ott úgy tényleg úgy egy kicsit begörcsöl. De olyannal még igazából én nem találkoztam, hogy egy ember, akinek valóban tériszonya van, az eljön felrátázni. Neked van tériszonyod? Nekem van. És jártam a kilátóba? Kilátóba, igen. No, szerintem próbáld ki ezt a térfélelem, tériszony különbözeti dolgot. Ki úgy dönt, hogy nekivág, és életében először mondjuk elmegy egy Via Ferratára, mit vigyen magával? Ez egyszerű dolog, tehát nem kell különösebb bonyolultságra gondolni, de nagyon fontos, hogy egyszer valaki, aki hitelesen el tudja neki mondani, hogy kell ezt csinálni, milyen apró trükkök, technikák vannak, az elmagyarázza, hogy ez hogy működik, és utána ő már mászhat, illetve nagyon fontos, hogy valaki bemutassa neki a felszerelést, elmagyarázza, hogy az hogy működik. Az sem egy bonyolult dolog, egy beülőre kell gondolni, ugye, amit a csípődre veszel fel, pántokkal tart, amihez egy úgynevezett Y-szárat csatlakoztatsz, ez felülnézetben egy Y, aminek a két felső szára az egy-egy karabinerben végződik, ugye ezzel kapcsolod magad az úthoz, tehát a biztosítási pontokhoz. Az Y-nak a szára, az pedig egy energiaelnyelő fék, annak különböző módozatai vannak attól függ, hogy éppen melyik verziót vásároltad meg, vagy bérelted ki, vagy melyik van rajtad. Ha esetleg probléma van, és meg kell tartson ez a szerkezet, akkor ugye a kantár, amelyik be van kapcsolva, mind a kettő be van kapcsolva általában, de nyilván, hogy mész tovább, mindig az egyikkel kapcsolsz át, az megtartson, és a fék az el nem nyeli, de tompítja az esés energiáját. Nagyon fontos felszerelés a sisak, a legtöbb probléma abból adódhat, mint mindenhol mondjuk egy kerékpár esetében, hogyha a fejed nincs védve. Ezen kívül kötelező felszerelés úgymond nincs, de kesztyűt nem árt, meg mondjuk egy jó cipő, aminek nem csúszik a talpa, az kell hozzá. Mi volt az az élményed, amit legkevésbé sem szerettél volna otthon elmesélni édesanyádnak, miután hazaérkeztél? Hát az első felrátámon, amikor a beszállás után így másztunk egy picit, nem értettem, hogy ott fölöttem mindig úgy megáll az előttem haladó emberek valamelyike, és ott elkezd toporogni, és csak egy idő után megy tovább. És akkor így felértem, ez Ausztriába volt, így valahogy így át kellett lépni egy ilyen kitüremkedő sziklatömböt, azt így átléptem, és abban a pillanatban egy ilyen függőleges, nem tudom hány méter magas falon találtam magam fenn a fák fölött, ahonnan így nagyjából Pozsonyig el lehetett látni, és ott nagyon féltem. A minden klasszikus mozgás, amilyenkor kijöhet csúszókéz, motorozik, a lábad, mint a varrógép, előjött, és ott az nagyon aggasztó volt. De aztán túllendültem rajta. Kedves hallgatók, köszönjük figyelmüket, és köszönjük vendégünknek, Hab Gergely geográfusnak, hogy megosztotta velünk tapasztalatait és élményeit a vakancsos turizmusról és a Via Ferratákról. Ez volt a Földgömb, világlátó magazin a Gazdasági Rádióban. Utazzon velünk kontinensről kontinensre, középpontban az emberrel. Alaszkától Indiáig, a Szaharától az Antarktiszig, különleges helyszínekről, egzotikus eseményekről, rendhagyó személyekről, azoktól, akik ott voltak, arról, amit csak ők tudnak. Földgömb, a megismerés kalandja. Minden csütörtökön a 14:30 hírek után a Gazdasági Rádióban.